szombaton is minden a szarvasmarháról szólt Bonyhádon. Ezúttal viszont a nemes állattal elsősorban bográcsokban találkozhattak az érdeklődők. Ekkor rendezték meg ugyanis a fesztivál hagyományos Főzőcske nevű gasztroversenyét. Hogy készül, kérlek szépen, marha meg van főzve, utána megy a disznó, paprika, só, fokhagyma, paradicsom, bors, meg pörkölt alap. A marha disznó vegyes pörkölt több társaság asztalára került a nap végére. Voltak viszont, akik igazi különlegességekkel készültek az ilyenkor hagyományos főző megmérettetésre. Az egyik stannál például argentin ragút főztek. Egy kicsit a hagymát megdínszteljük paprikával együtt, ráraktuk a marhát, paradicsommal, paprikával, hagymával, mindennel együtt elkezdtem főzni, és akkor ez csak így fő magától, úgyhogy semmi különös. A helyiek már nagyon hiányolták a járvány miatt utoljára a 3 éve megrendezett fesztivált. Ez egy nagy találkozás, ilyenkor összejönnek a családok, ugye mi is nagyon sokan jövünk ide, ilyenkor látom itt a fiatalok is, az én korosztályom is körbenézek, azért elég sokan vagyunk, akik ismerősök is, meg ilyesmi. A profik természetesen a mérnöki precízitást megszégyenítő módon készítették a tányérra valót. Lesz benne csülök, 30-70%-ba a marhával, van benne oldalas, meg marhalábszár, igazából vörösborral fog készülni, tehát a végén lesz benne egy vörösboros alap, igazából só, bors. Nem tűnsz kezdőnek. Nem, igazából. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle a végén igazából. Hányan jöttetek, mi az, amit tudtok? Hát nem tudom, ilyen 20 fős társasággal jöttünk. Mert még jönnek a többiek, ugye várjuk őket, ők csak enni jönnek szokás szerint. Úgyhogy hát reméljük a legjobbakat, meg hát mindenkinek kívánjuk azt, hogy jó legyen a főzésük, meg hogy nyerjenek. Voltak csapatok, akik még a díszletet sem bízták a véletlenre. A Marhajók néven indult baráti társaság tagjai például a receptet rímekbe szedték, hogy minél nagyobb sikert érjenek el, a valljuk be, mennyei pörköltjükkel. Ma egy marha pörköltet készítünk, marhából lesz, nem tévedtünk. Egy nagyon fontos összetevő, jó vörösbor a megfelelő. Összevágjuk a húst kockára, lassan kipirítjuk a zsírjára. Dúsítjuk hagymával, paprikával, sóval, borssal, meg mi egymással. Míg kevergetem az ételt, iszogatom, mint borász présel. Szeretik a tika medgyet, na gyere zsíri, együnk egyet! Két héttel ezelőtt, hogy álljunk bele és főzzünk egyet. Így van. Ez az első főzésünk, itt a Tarka marhán. Elég sok szakácsunk van, mindenki, sok nemzetiségből állunk össze, és így mindenki, amit otthonról hozott, azt így belesugassza a bográcsba. Milyen eredmény ellenétek elégedett? Az első! Bonyhád polgármestere szerint az idei Tarka Marha Fesztivál vonzerejét a kulturális és gasztronómiai élmények mellett éppen az adja, hogy ilyenkor egy kis időt újra együtt tölthetnek az emberek a rég nem látott családtagokkal, rokonokkal, barátokkal. A Tarka Fesztivál időpontja és programjai azok egy olyan fix pont az évben, amikor mindenki hazajön. Hogyha máskor nem, legalább a fesztiválkor találkozzanak régi barátokkal, ismerősökkel, a családdal, és ez teszi igazán erőssé és a közösségeket erősítve a rendezvényt, és ezért van ez a nagyszerű hangulat. A fesztivált rendszeresen látogatók már nagyon ki voltak éhezve a Völgység legnagyobb nyári rendezvényére. Az első és második napon is, ha lehet ilyet mondani, teltház mellett zajlottak a programok. Nagyszerű első napon vagyunk túl, és most már ugye a másodikat is megkezdtük. Szerintem teljesen természetes, hogy mindenki nagyon várta, hiszen ez a legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye a városnak, és 2019-ben tudtuk utoljára korlátozások nélkül megtartani. Lehetett volna koncertet, illetve egyéb eseményt rendezni a járvány alatt is, de csak megszorításokkal, különböző olyan intézkedésekkel, amelyek korlátozták volna mindenkinek a részvételét, és mi úgy döntöttünk, hogy ezt nem szeretnénk. Ezért megvártuk azt az időt, azt az alkalmat, amikor újra lehet minden korlát nélkül ilyen fesztivált szervezni. Eljött ez a nap is, illetve a tegnap is, ez a hétvége is.
nagyon örülök neki, mert nagyon jó időnk van. Igyekeztünk olyan programokról gondoskodni, hogy minden korosztálynak kedveskedjünk, a legkisebbektől az idősebbekig. Tegnap délután is olyan fellépőink voltak, akik minden korosztálynak jó szórakozást nyújtottak. Este nagyszerű bulival zárult, inkább az éjszaka, így mondom. És ma meg folytatjuk ugye hagyományosan a főzőcskével, ami délután 2-kor rajtolt. Nagyon sokan neveztek, talán ilyen sokan még rekordszám, még nem is jelentkeztek a közös főzésre, ami ugye alapvetően a magyar tarkából való ételeknek a versenye. De ha csak egy jó közösségi program, akkor is a verseny nélkül is azt gondolom, hogy egy nagyszerű kiegészítő eleme ennek a hétvégének. A Tarka Marha Fesztivál 3 napos programsorozatának ideje alatt összesen több 10 000-en fordultak meg a Völgységi Városban.